Egy nagyon borzalmas hírrel rendelkezem nektek, ami a Rainbow Six Siege-en belül történt. Na, látszólag minden rendben van, de mégis olyan update-et tettek bele, amitől leesett a pofán, annyira szar lett. Röviden miről is szól. Kb. Mit tudom én, kedden már jövök haza, azt azért a Rainbow fel, frissítem, lefrissítettük 10 perc alatt, azt játszok, nem talált egy szervert se, úgy gondoltam faszom, majd holnap belépek, és erre mi van, akkor tudtam vele játszani, igen. De, amikor fölcsatlakoztam másik szerverhez, olyan volt geci, hogy kibaszott a játék. Jó, nem a játék, hanem a szerverről. Mert azt jelenti, hogy connection error. Én amikor megláttam, mi a geci volt ez. Gondolom, a pofám leszakadt. De gyerekek, hogy higgyétek is el, becsatlakozunk egy multiplayerhez. Valószínűleg majd azt a jelentet fogjátok látni, amikor ki fog baszni a szerver. Magnum, mi meccset csak akar bedobni geci, hát mi a gecim van ez a játékban. Pontosan ez volt, amikor volt a frissítés, pont ez volt. Ekkor egyszer, nem csodálkozom, hogy nem akarnának fölépni erre, Ja, közbazd meg! Na ilyen geciséget írt ki a szerveren egy idő után. Látjátok? Na nézzétek! És nem csak velem fordul elő, hanem rengeteg embernél láttam ezt a hibát. Hallottam, láttam külföldi videósoknál is, hogy jaj, miért van ez, bazd meg. Hát nem csodálkozom, hogyha nem fognak vele játszani. Elmondom nektek a véleményemet. Jeleve, nem tudom mit gondoltak a kibaszott készítők. Nem a készítőket tudom, hanem azt, hogy sikerült elbaszni ezt a játékot. Ezzel az update előtt esküszöm nem volt ilyen. Volt egyszerűen az, hogy 1500 pingen volt fent, de akkor sem baszott ki a szerve. De még bele se akar dobni ebbe a kibaszott játékba, mert nagyon szar. Nagyon ajánlom, hogy javítsák ki ezt az update, egy következő update-et, de minél hamarabb, vagy nagyon nagy bajok lesznek ezzel a játékkal. Gondoljatok bele, aki mit tudom, most akarja megvenni a Rainbow-t, azok úgy fogja kezdeni azt, hogy nem dobja be egy szerverre se. És nem a netemmel van a gond, jó netem van, viszi rendesen, sem a beállításokkal, semmi sem vele gondom. És így hálálja meg a játék, az Ubisoft készítői. Hogy jaj, mit szólnátok, hogyha egy időre elvennénk a Rainbow Six kedvelőknek a kedvét a játékot. Tegyük bele azt, hogy elbasszuk a játékot. Hát gratulál, bele is tették, he. Ezt egyszer nem hiszem el. Na, he. Komolyan, minden jól működött eddig, amíg ez a kibaszott update nem jött meg. Igaz, hogy bekerült egy új pálya, vagy több pályák, de akkor is. Egyszerűen nem tudom. Hát bazd meg. Ez tökéletes játék. Nincs nagy gépigénye, jó lehet, hogy van. Még jól van optimalizálva. Egyszerűen mi volt ebben a baj? Mi? Rohadt kibaszott kurva Isten faszát neki. Rohadt áramzsiványok, he. Direkt szórakoznak? Még be se akar dobni a kibaszott multiplayerbe, bazd meg. Amikor be is dob, figyeljétek, ki fog baszni a játékunk a feléből, ki fog baszni a játék. Na azt ugye valami connection error. Amikor semmi is bajom nincs a netemmel. Na ezt nézzük meg még egyszer. Hát, lejátszottam a meccset, nem dobott ki egyszer se, de én még mindig nem bízom ebbe. De fogadjuk, hogy akkor fog majd kidobni, amikor majd nem lesz videó. Na, hát hogyha ez továbbra is így marad, ez a hülyeség benne hagytak, akkor én nem lesz ennek jó jövője ennek a Rainbow Six-nek, hogyha ezt benne hagyják. Ajánlom, hogy valamit javítsanak ki rajta, vagy nem tudom. De ez így akkor se lesz jó. És Rainbow Six sem lesz, amíg ezt nem javítják ki 100%-osan. Hát, remélem tudtam nektek újat mutatni. Sziasztok! Látod, ezt rád iszom, ma meghalt, te köcsög a koporsodra. Rád húgyozok, te köcsög! Rád fogok húgyozni, meg rád hányok!